Az első izsai lovas és hagyományőrző egyesület arra esküdött fel, hogy a szlovákiai magyar értékeket feleleveníti és a neves személyiségeknek emléket állít. A Színisebő Alajos emlékúra során az egyesület huszárai és gyalogsága az egész Csalló közt bejárta. Színisebő Alajos egy híres huszártiszt volt, aki Csilisznyáradon nyugszik. Mivel az irodalmunk egyik legnagyobb művének, a Szabadságharc hőseposzának, kiemelkedő dalkájának példája volt, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy megemlékezzünk róla, kiemelkedően azon okból, mivel Csilisznyáradon nyugszik, és a tavaszi emlékhadjáratok Mátyusföldön sok felvidéki településre eljutnak, ugyanakkor a Csalló közben, a csallóközi települések nem igazán ismerkedhettek meg eddig az 1848. évi magyar huszár és katonai hagyományőrzéssel, és ezért gondoltuk azt, hogy mind két évente megrendezzük ezt az emlékhadjáratot. A csapatban sok a fiatal, és ennek leginkább az idősebb tagok örülnek. Úgy tűnik, van kinek továbbadni a hagyományok tiszteletét. Csapatunknak minden évben vannak elég komoly saját rendezvényei, hogy a Mókánál kezdjük, akkor februárban kezdünk egy huszárbállal, ami eléggé híres, ugyanis nagyon-nagyon sok helyről és messziről járnak hozzánk erre a bálra. Tavaszi események jönnek a nemzeti ünnepek, március 15, majd jönnek a tavaszi hadjáratnak a napjai, amikor először a magyarországi részen végbe ment hadjáraton veszünk részt, majd pedig saját megrendezésben a felvidéki tavaszi hadjáraton, Nagy Csallótól Komáromig kisebb csatákat mutatunk be. Hát, és különféle ügyességi versenyeket, mert azt viszont tudni kell, hogy a huszárok valamikor is ezt mivelték, csinálták. A huszárok és a gyalogság bemutatóját minden csallóközi településen, így például Csicson is kisebb tömeg fogadta. Az egyesület bemutatót tartott, és az emléktúrának köszönhetően már az is bizonyos, hogy egy kíváncsiskodónak sem cseng már idegenül Színisebő Alajos huszártiszt neve. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponts-Danubi régióban Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubi Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.